Ő szokott megkönnyeztetni, és nem azért, mert sírok, hanem mert baromi sokat nevetünk, igen. Igen? Nem? Igen! Sziasztok, itt vagyunk a Bravótól, Diáton, és mellettem van az Éjjel-nappal Budapestből Joe. Üdvözlök mindenkit, sok szeretettel. Hát Joe, hát ekkora rajongótábort. Lányok, szeretitek Joe-t? Igen! És a divatikon? Na mindegy. Szóval, hogy kezel ezt a nagy rajongást? Hát elég furcsán, de megmondom őszintén, nekem csak pozitív visszajelzések vannak, tehát nincsenek beszólások, hál' Istennek szeretető a karakterem. Tehát én azt mondom, hogy 98%-e meg vagyok elégedve. Hát meg azért nem szívesen szólnának be. Hát pedig most vagyok, úgy nem vagyok. Tehát ledobtam egy 4,5-est, ez nem látszik, pedig most nagyon az van, nyára jól kell kinézni. Ez így van. És akkor ha már rajongok, azt mondod, az utcán semmilyen negatív kritika nem ért még téged? Lekapogom, eddig még nem. Én is ettől tartottam, hogy majd biztos lesznek olyanok, akik majd kihívnak, és akkor ugye, hogy nem lehet most semmi rosszaságot csinálni, de hát mondom, tehát a 3 éves kislánytól kezdve az idős 80 éves nénikettől annyira normálisak és annyira fainak, hogy nagy tündérek. És szerinted mitől ennyire szerethető a karaktered? Most ha magamat fényezem, akkor azt mondom, hogy azért, mert magamat játszom és magamat adom, tehát én tényleg mondom 98%-a egyet értek, amit játszok és amilyen embert kell formálnom, tehát én tényleg ilyen vagyok az életben is. Én imádom az időseket, imádom a gyerekeket, és szerintem megtalálom a közös hangot mindenkivel. Mostanában tök jó, mert nyugszom, és ez szerintem jó, jót tesz nekem. És mennyire jó a csapat összhang így a szereplőkkel? Hát ez nagyon jó. 2,5-3 műszakot dolgozunk egy nap. Nagyon-nagyon fárasztó, viszont pont emiatt tudok úgy átlendülni a másik napra, hogy annyit nevetünk a srácokkal és a lányokkal együttben a sorozatban, ugye, hogy ez mindennél többet jelent, tehát nagyon jó. És mondtad, hogy ilyen sokat dolgoztok együtt, de a magánéletben is össze szoktatok így futni, esetleg egy közös buli? Mindenféleképpen. Hogy már annyira unjátok a bulit, hogy állandóan most már. Azt hittük az elején, hogy majd unni fogjuk, de egyébként ez nem így van. Tehát az első időben úgy volt, hogy heti, mit tudom én, 5 nap buli, most az lement heti 2-re, de az kell, az muszáj. Tehát tényleg attól féltünk, hogy minden nap együtt dolgozunk, és akkor még munka után is ugye... Jaj, csak már ne gyere velem szembe az utcán, ne! Abszolút nincs ilyen, tehát egyszerűen annyira nagy arcok, és itt mondhatnám tényleg a Gábor barátomat, Marcit, Lalit, és sírunk a nevetést a forgatáson, magánéletben is, tehát szerintem ez nagyon jó, összehozott minket. És mennyire lehet csajozni ezzel a szereppel? Hát a szerepen nem a Barbie lágna a fejemet, tehát én most tényleg jó gyerek vagyok, és próbálok az is maradni. Nem tolakodok annyira a lányok, tehát kérik a telefonszámot. Sokan... Észrevettem. Sokan az a baj, egyébként tényleg megtudják, nem tudom, hogy hol, mert én nem adom meg, és mégis hívogatnak. Hát most ezért telefonszámot nem fogok cserélni, de kedvesek és szeretetőek, ez a lényeg. Azt mondod, jó pénzért tudnám eladni a telefonszámot. Nem. Elmentünk cserélni. Jó, nem, tényleg. Tényleg megtalálnak, meg megtalálnak e-mailt a kezem, de hopp, és itt róla beszélünk, gyerünk csak ide. Barátok. És? Hát igen, szóval róla beszéltem, ő a Gábor barátom, hát ő szokott megkönnyeztetni, és nem azért, mert sírok, hanem mert baromi sokat nevetünk, igen. Igen? Nem? Igen. Volt a fodrász? Nem, nem más mondom. Voltam, csak oldalt csík van benne. Jó. Na szóval, igen, tehát imádjuk egymást, szeretjük, és remélem ez még nagyon sokáig így is marad, és szórakoztatjuk a közönséget. Én is ezt kívánom, köszönöm szépen az interjút, neked meg jó bulit! Okay, köszönöm, nektek is.